2020. december 15-én a 2020-as év utolsó Germán Gyógytudomány webkonferenciájának témája: hogyan segítsek úgy, hogy ne ártsak? Hogyan tartsam be a NIL módszere elvet, mindezt csokorba szedve válaszként átnyújtja önöknek dr. Budai László Károly, Germán Gyógytudomány terapeuta, aki orvos is, és természetgyógyász is, életmód tanácsadóként is ismerjük, és ő fog bevezetni bennünket a Germán Gyógytudomány világába, abba a világba, amely válaszokat ad a feltett kérdésekre, válaszokat ad az okokra, a miértekre és a hogyanokra, hiszen sokan ismerjük a Germán Gyógytudományt, mindannyiunkban túlbuzog a jó szándék, a segítőkészség, de mit tehetek átlagemberként abban az esetben, hogyha szeretnék segíteni, hogyan tegyem azt, mi az, amivel valóban segítek, mi az, amivel csak összezavarom az embertársamat, vagy olyan helyzetbe sodrom, ami nem épp az egészsége visszaszerzéséről szól. Hogyan segítsek úgy, hogy ne ártsak? Karesz, mit tehet az ember lánya fia Germán Gyógytudomány ismeretében segítségnyújtásképpen? Mi a legnagyobb segítség? Talán az, hogy beszélünk a Germán Gyógytudományról? Ez egy nagyon nehéz kérdés, főleg családon belül. Épp az imént olvastam egy levelet, ahol a feleség megpróbálná a férjét rávenni arra, hogy legalább nézzen utána annak, hogy van más megoldás is, de ő a félistenekben, a fehérköpenyes félistenekben hisz, bár a családban már többen frekvenciát váltottak az onkológiai kezelések miatt, de hát ez őt nem téríti el attól, hogy hát annyit írtam neki, hogy én is akadémikus orvos is vagyok, és próbálom betartani azt, hogy NIL módszerre, vagyis hogy úgy segítsek az embereknek, hogy ne ártsak. Természetes más levelek is érkeztek hasonló témával, hogy tudjak segíteni úgy, hogy ne ártsak a hozzám fordulóknak, és hát persze én a napi több tucat levélből azért ötleteket is kapok arra, hogy miről kéne beszélni. Hát így született az ötlete ennek a mai záró webkonferenciának, mert úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb lenne, amit be kéne tartanunk. Nem csak nekünk, hanem az orvosoknak is be kéne tartani a NIL módszere, a nem ártani elvet, mert ha segíteni nem tudok, akkor legalább ne ártsak azoknak, akik hozzám fordulnak. Gondolom, ezzel mindannyian egyetértünk. És nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy egy betegen, vagy egy rászoruló emberen segíteni tudjak, ahhoz elsősorban a logikájára kell hatni abban, ahogyan a Germán Gyógytudományt bemutatjuk. Most nem arról szól a történet, hogy ebben az esetben, hogy Hammer doktornak milyen volt az élete, mennyi viszontagságon ment keresztül, hogy fedezte fel az öt természettörvényt, és a többi, amit el szoktunk mondani, hanem itt eleve azzal a mondattal kellene kezdeni, amit szintén Hammer doktortól származik, hogy a Germán Gyógytudományban a kezelés előfeltétele az egészséges emberi értelem. Nos, hogyha ezt ugye már felvetjük egy okoskodó férfi embernek, akkor rögtön de egy nyomógombra léptünk, hát vagyok én olyan értelmes, hogy ezt felfogjam, és akkor utána le lehet mondani, hogy orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Ez két olyan meghatározó mondat, ami felkeltheti az érdeklődést az illetőben, hogy mégis mi is ez a Germán Gyógytudomány. Hogy azokkal a betegségekkel foglalkozik, és itt már idézőjelbe tettem a betegségeket, amelyekről azt mondják, hogy gyógyíthatatlan, hogy ismeretlen, hogy rossz indulatú, vagy krónikus betegség, vagy éppenséggel pszichiátriai betegségek. Ezekre a mai medicinának nincs valós megoldása. Pont ezekre nincs valós megoldása. De ha rádöbbenünk arra, hogy a fizikai tényezőkön kívül az érzelmi megrázkódtatások is elindítanak bennünk egy biológiai választ, akkor rögtön fölkelthetjük az eddig szkeptikus álláspontban lévő embernek a véleményét arról, hogy jó van, akkor most tegyük félre az előítéleteinket, és hallgassuk ezt úgy, mint egy gyermek egy egészen új mesét.
Az a probléma csupán, hogy ez egy nagyon, de nagyon valós mese, ez rólunk szól. Szóval nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe a baleset, a mérgezés, beleértve a méregkezeléseket, a sugárkezeléseket, a hiányos táplálkozás, ezek természetesen nem tartoznak ide, vagy éppen az orvosi műhibák. Viszont beletartozik minden olyan, ami egy váratlan, meglepetésszerű történetből, mint derültékből a villámcsapás ért minket, és ezt magányosan éltük meg. A lényeg, hogy meddig ülünk benne ebben a konfliktusban. És itt dől el minden. Mert amikor egy súlyos érzelmi konfliktust megél valaki, és ebbe benne marad, akkor abból biológiai válasz születik. Mert ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fog szervi elváltozást elindítani. Mégpedig ott van az agyban a lenyomata, a CT-képeken látni fogjuk. Tehát mindig azzal kell elindulni, hogy a tüneteink nem véletlenszerűek, nem az Isten verése, nem valakinek a közbenjárására történtek, ezeket mi csináltuk magunknak, és a nagyon, de nagyon jó hír ebben az, hogy ezt mi is fogjuk megoldani. Mindenféle gyógyszer nélkül, ha idejében természetesen észhez térünk. Tehát az a probléma, ha benne maradunk egy ilyen konfliktusba, és nem zárjuk le békével a napjainkat. Ha ezt képesek lennénk megtenni nap mint nap, hogy békével lezárom a napomat, de nem csak úgy, hogy megbocsátok, de nem felejtek, vagy igen, hálás vagyok minden tanításért, de közben ez csak üres beszéd, és nincsen benne az a meggyőződés, hogy tényleg tanultam valamit a mai napból is, abból pontosan, ami nem úgy sikeredett, ahogy én azt elképzeltem, nos, akkor mit akarunk? Mit akarunk megoldani? Tehát ezek az emberek, akik már ismerik a germán gyógytudományt, és mégsem gyógyulnak, pontosan itt akadnak el első lépésben, hogy nem őszinték önmagukhoz. Nem alakítják át a gondolatokat, nem tesznek bele érzéseket, ugyanis nem a gondolatok betegítenek meg minket, hanem a gondolatokhoz kötött félelmek. Ezért írtam oda, hogy érzelmi konfliktus, félelem. És mivel minden, ami él a világon, az a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd, ezért nyilvánvaló, hogy a legnagyobb félelme mindig a halál és a faj kipusztulása lesz. Tehát minden félelmünknek ez az alapja, akkor is, ha ezt nem így fordítjuk le, akkor is, ha nagy bőszen verem a mellem, hogy én nem félek a haláltól. Nem? És akkor miért fáj a térded? Vagy miért fáj a nyakad? Na szóval ezekre megkapjuk a választ a germán gyógytudományban természetesen, de tudnunk kell, hogy itt a nagybetűs léleknek köze nincs a történethez, annak nem lesz félelme. A magyar nyelv sajátossága, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk, és itt arról van szó, hogy a félelem és a hozzákötött negatív gondolat együttesen hat az agynak egy bizonyos reléjére, és onnan elindul a szervi válasz. Már rögtön itt az első fólián mutatom Hámer doktornak a tudományos táblázatát, amiben egyszerűen tökéletesen le van írva minden távirati stílusban röviden, és csak is az alapok. Ez adja meg azt az alapot, ami kell ahhoz a gondolkodáshoz, hogy innentől olyan dolgokat is megfejtsünk, ami természetesen ebbe a táblázatban nem fér bele. De a táblázat minden alapvető információt tartalmaz nekünk arról, hogy a félelem, a lelki megrázkódtatásnak hol van az agyi becsapódása, és mi lesz a szervi megnyilvánulás. Most ne feledjük el, hogy a konfliktus pillanatában rögzítjük a körülményeket, amit Hámer doktor síneknek nevezett, és ezek a sínek fogják biztosítani számunkra a krónikus megbetegedést, és már is elmondom, hogy a sínek eltűnnek, felszakadnak, semmivé válnak akkor, ha valóban érzelmileg zárjuk le mindazt, amit érzelmileg éltünk meg. Erről már rengetegszer beszéltem. És innentől tehát nem betegségről, hanem értelmes, biológiai, külön programról beszélünk, mert minden ilyen programnak az értelme, a túlélés és a faj fenntartása látni fogjuk az ötödik törvényben. Tehát az első természettörvényt, amit Hammer doktor ugye a 19 éves fia halála után tapasztalt meg önmagán, hisz neki is heredaganata lett a fia elvesztése kapcsán,
És mikor felépül és a nőgyógyászati klinikán megkérdezi a daganatos betegeket, hogy az ő esetükben előfordult-e valami ilyesmi, mármint hogy váratlan, súlyos történet, ami magányosan élt meg és benne ragadt a konfliktusba, hát minden 200 megkérdezett betegnél a válasz igen volt. És akkor közölte a világgal Hammer doktor a rák vastörvényét 1981-ben. Természetes, még akkor nem tudta, hogy további 4 természettörvényt is föl fog fedezni. De ne feledjük el azt, hogy mindenki számára a saját megélése az egyetlen valóság. Nem az számít sose, hogy mi volt a cselekmény, hanem hogy én attól, hogy éreztem magam. Emlékezzünk a múlt heti előadásban, amikor a skizofrén kisagyi konstellációról beszéltem, 2 mondat volt az, ami egy hölgynél 13 programot indított el. És mindig mondom, hogy minél intelligensebbek vagyunk, annál tökéletesebben tudjuk szétszedni magunkat. És az, hogy kinek milyen biológiai válasza lesz egy-egy adott eseményre, ez természetesen csak őtőle függ, az ő megélésén. Remélem, ezzel egyet tudunk érteni, és pont ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nagyon kényelmes bemenni a rendelőbe és szólni, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Visszamegyek egy hét múlva, hogy semmit nem ért a tablettája, doki, adjon valami másat, valami erősebbet. Meg azóta még ilyen meg olyan tüneteim vannak. Ezeket én mind nagyon jól ismerem, hisz benne voltam 28 évig, csak könyörgök, a receptírás művészetével nem igen gyógyultak a betegek. A receptírás művészete arra jó, hogy a beteg bent maradjon az áldozat szerepbe, és úgy nézzen az orvosára, mint a megmentőjére, akitől az élete függ, és innentől kezdve mindent betart, amit mondanak neki. És ennek ellenére súlyos tünetek közt fog frekvenciát váltani, ha nem érti meg, hogy nem az orvos hiánya, nem a diéta hiánya, nem a kemoterápia hiánya, vagy a sugárkezelés hiánya okozta az ő betegségét, hanem egy fel nem oldott érzelmi megrázkódtatás. Ezt nehéz nekünk beismernünk, amikor az agyunkban élünk, és mindent racionálisan próbálunk megoldani. Itt félre kell tenni a racionalitást, amikor lelki megoldásról beszélünk. A racionalitásra azért van szükségünk, hogy megértsük az 5 természet törvényt, és utána átadjuk az irányítást a lelkünknek, engedjük meg a megismert törvények alapján, hogy a biológiánk rendbe szedje önmagát, és ne gyártsunk újabb és újabb félelmeket. Persze erről még szó lesz a továbbiakban. A második természettörvényben kiderül, hogy minden, de minden 2 fázisban zajlik le. Van egy konfliktus aktív és egy megoldást követő fázis, amint itt a Hammeri iránytűn ezen a grafikonon láthatjuk, az értelmes biológiai különprogram kifutását, ha eljut a végéig. És láthatjuk azokat a koponya CT felvételeket, amik a konfliktus aktív és megoldás követő fázisra jellemzően fognak megjelenni. Természetesen, hogy itt is át kell írni a szemléletet, a gondolkodást. 3 napos képzéseken mindig elmondom, hogy hogyan is keletkezik a röntgenkép, és hogy valójában mit jelent, amikor egy góc világosabb vagy sötétebb lesz, mint amilyen a környezet. A koponyalappal párhuzamosan készült felvételeket látjuk itt, és a konfliktus aktív fázisban, amikor még csak annyit tudok, hogy stresszes az életem, vagy van egy csomó megoldatlan problémám, hogy nem tudok elaludni nyugodtan, hogy zakatol az agyam, hogy emelkedett a vérnyomásom, hideg a kezem, hideg a lábam, nincs étvágyam, nem táplálkozom rendesen, és lefogyok. Nos, amikor ezeket a tüneteket érzi valaki, akkor tudnia kell, hogy valószínűleg legalább 5 programot futtat, tehát 5 ilyen görbét indított el. Mert a megélésünk egy-egy beszólásra, egy-egy nem sikerült esemény után általában nem egy program elindítását fogja jelezni. A DHS-nek a becsapódása, tehát az, ami elindítja az értelmes biológiai különprogramot, és amikor a konfliktus aktív fázisnak vége van, az azt jelenti, hogy megtörtént a konfliktus megoldása KM-mel jelölve. Nos, a
megoldás nem mindegy, hogy hogyan történt, lehet, hogy munkahelyet változtattam, de ugyanúgy gyűlölködök, mint addig, vagy ugyanúgy bosszankodom, tehát sok minden nem fog változni, csak esetleg a félelmeimnek és az indulataimnak az erőssége fog tompulni. A konfliktusnak a megoldása, tehát ha érzelmileg történik meg, és minden nap, akkor gyakorlatilag itt be is fejezhetném a mai napot, mindenkinek boldog új évet kívánva, és a legfontosabb dolgot elmondtam. Nem újjék el nap a te haragoddal. Ezt nem én találtam ki, de jó lenne végre bevezetni, mert mindenki emlékszik még arra, hogy a mai nap milyen kellemetlenségeket élt meg. Ez számszerűleg lehet akár 90, különböző, nem sikerült dolog, ilyet is ismerek, de ezeket mind feloldva az elindult biológiai programokat még ma lezárom, és nem lesznek azok a következmények, amiket a megoldás követő fázisban fogunk megtapasztalni. Ott az exudatív fázis az a piros első része ennek a fázisnak, hát ugye ez az exudatív szakasz, ez arról szól, hogy tapasztalni fogjuk a gyulladás tüneteit, azért exudatív, mert exudátum, vagyis a sejt közötti folyadéknak a felgyülemlése lesz tapasztalható, ez okozza a duzzanatot, ez fokozza a fájdalmat, és ez fogja okozni a fejfájást is, amit itt élünk meg, amikor már megyünk a rendelőbe, mert nagyon, de nagyon betegnek érezzük magunkat. Nos, az exudatív fázis azt jelenti, hogy éppen a biológiám átkapcsolt gyógyulásba, nevezhetném az exudatív szakaszt már gyógyulási szakasznak is. Ezt követi az epileptoid krízis, ami egy igen változékony tünettel fog megjelenni, annak függvényében természetesen, hogy milyen programot indítottam el. Egy önleértékelési programban az epileptoid krízisben éppen eltűnik a fájdalom, de egy túlhajszoltságban, vagy egy birtokvesztés konfliktusban, akkor nagyon, nagyon kemény, mellkasi szorító fájdalmam lesz, és eljuthatok egészen a szív megállásig, vagy éppen a tüdőembóliáig, vagy a szív izom infarktusig, mert az egy másik történet, de itt fogjuk a különböző izomgörcsöket, epegörcsöt, vesegörcsöt, mélyvénás trombózist is megtapasztalni. Tehát ez a krízis, epileptoid, azért, mert nem epilepsziás. A valójában az epilepsziás görcsroham is itt zajlik le, de hát az összes többi az nem epilepsziás, hanem epileptoid, tehát ezért lett átnevezve eképpen. Az epileptoid krízisnek biológiai értelme van, mert kipréselődik az agyi reléből a folyadék, amit azt a megoldás követő fázisról szóló CT-képen látjuk alól, a kék és a piros-kék nyillal megjelölve, azok a bizonyos gócok most éppen folyadékkal teltek, ezért lesznek sötétebbek. Ugye több sugár megy át rajta, mint a többi részen, ami nem ödémás. Tehát megszűnik ez az agyi ödéma, kivizeljük a vizet nem csak az agyunkból, hanem a szervezet többi részéből is, tehát több lesz a vizelet, mint amennyi folyadékot megittunk. Ezután már biztosak lehetünk benne, hogy túl vagyunk a nehezén, de még van egy hegesedési fázis, ahol megint hideg kéz és hideg láb átalakul meleg végtagokká, megjön az étvágyunk, jó a hangulatunk, de rettenetesen fáradtnak érezzük magunkat, ez a kifacsart mosogatórongy állapot, amit azért, ha tisztában vagyok vele, hogy még néhány nap vagy hét és meggyógyulok teljesen, én azt hiszem egész boldogan el lehetne viselni. Igen, de ha kiszolgáltatott állapotba kerülök, mert szükségem van arra, hogy a család ellásson, vagy és nem akarok senkit se fárasztani, és már nyugnak érzem magamat, és hadd nem mondjam az összes többi hülyeséget, amit az emberek ilyenkor összeszednek, na most pont ezzel fogják leállítani a teljes gyógyulásokat, és kezdik a programot megint előről. Szóval, ha tisztában vagyunk azzal, hogy két fázisban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram, és megengednénk a biológiánknak, hogy végigcsinálja a programjainkat, akkor ezekből meg is gyógyulnánk. Egyedüli akadálya
pontosan mi vagyunk annak, hogy nem tudunk meggyógyulni. Részleteket a Miért akad el a gyógyulásunk című előadásból meg lehet tudni, ott 10 pontban összeszedtem ezeket az akadályozó tényezőket. A harmadik biológiai természettörvénynél Hammer doktor, ugye mielőtt ezt felfedezte, hát visszalapozott egészen az eredetig, vagyis hogy hogy is alakul ki az ember, és tudjuk a 9 hónap alatt eltöltött idővel az embriológia foglalkozik, ebből külön vizsgázunk, és azt is tudja mindenki, remélem, hogy nem a gólya hozta, hanem a megtermékenyített petessejt osztódásából alakult ki minden sejtünk, minden szövetünk, és sejtekből vagyunk tehát felépítve, amelyek működnek. És ha ezt el tudnánk így fogadni, mert nincs negyedik változat, ugye, akkor vagy sejtet építek, vagy sejtet sorvasztok, vagy működést változtatok, módosítok. Ez a 3 lehetősége van a biológiának arra, hogy a túlélést biztosítsa számunkra. Itt látjuk ismét a Hammer iránytűt, és most már alatta konkrétan tudjuk, hogy milyen idegi központok, illetve milyen konfliktusok azok, amelyek sejt szintű szaporítást indítanak el a konfliktus aktív szakaszban. Ugye az agytörzs és a kisagy által irányított programok, mindjárt megismerjük őket részletesebben. Most annyit tudjunk, hogy az agytörzs és a kisagy együtt az ős agyat alkotja, tehát ez a 2 idegi központ olyan programokat indít el, amelyek mindig sejt szaporodással kezdődnek, és a megoldás követő fázisban lebontjuk a felesleges sejteket, mert senkinek nincs egyetlen egy felesleges sejtje sem. Az agyvelő és agykéreg által irányított programokban a dolog fordítva van, ott először sejteket sorvasztunk, aztán ezeket visszaépítjük. Ezt a 2 idegi központot közös néven úgy hívjuk, hogy nagyagy. Az agykéreg képes arra, hogy működésváltozással is segítsen a túlélést megoldani, és a működés fékezése, gátlása után a megoldás követő fázisban a működés természetesen helyre fog állni. Ez szerintem annyira egyszerű, hogy mindenki képes ezt megérteni, mert ebben semmi, de semmi bonyodalom nincs elrejtve. Az embriológia egy kicsivel bonyolultabb falat, de nem kell megtanulnia senkinek sem az embriológiát ahhoz, hogy meggyógyuljon. Csupán annyiért érdemes ebből megjegyeznünk, hogy mindennek, amiről beszélek, annak tudományos alapja van, megcáfolhatatlan tudományos alapja van. Senki még nem tudta bebizonyítani, hogy Hammer doktor nem mondott volna igazat. Ezt így szeretném már is itt az elején, közepén mindenkiben tudatosítani. Vagyis, amikor Hammer doktornak ugye meghal 78. december 7-én a 19 éves fia karjai között, és előállítja önmagának a veszteség konfliktussal a herredaganatot, majd ebből felgyógyul, és leírja, hogy pokoli kínok árán. 85-ben a szeretett felesége, aki majd 30 éven át volt hűséges társa, és hát kollega, 4 gyerekének az anyja, 85. április 12-én meghal a felesége is a karjai között, 5 daganatos betegséget legyőzve, és egy szívizom infarktusa túlhajszoltság miatt frekvenciaváltásra késztette. Most ezek után, ennyi családi tragédia után, és azután, hogy az első természettörvényt el se ismerték, sőt, Hammer doktortól megvonják a működési engedélyt, tessenek kapaszkodni, 86-ban, mert nem tagadja meg esküvel az addig felfedezett természettörvényeket, ezek után őt még börtönbe is teszik. Na most gondoljuk el, hogy még mindig ez az ember kutat. Ez az ember tudja, hogy igaza van, mert a biológiai alapokon ül az igazsága, mégpedig az embriológián. Baloldalt látjuk a 3 csíralemeznek a hosszanti metszetét, ott mellette a keresztmetszeti képét. Tehát a lényeg, hogy látunk piros, narancs és sárga színű sejteket, látunk piros, narancs és sárga színű nyilakat, piros, narancs, sárga színű agyi képleteket. A kapcsolat köztük egyértelmű, mert minden, ami a belső csíralemezből, a sárga színű sejtekből, endodermából
kialakult összes szövetünk, azt az agytörzs fogja irányítani, és ez a túlélésünket biztosítja, a levegő, víz, táplálék, fény és hangnak a megszerzését. A sárga sejt réteghez tapadó narancssárga sejtekből alakulnak ki azok a sejtjeink, amelyek a számunkra a védekezést fogják biztosítani, ezt a kisagy irányítja, majd részletezem, hogy miről szól a történet, és láthatjuk a kisagynak a nyílirányú metszettében ott az agytörzs mögött a helyét, illetve hát a kék nyíl mutat arra, hogyha csak a koponyalappal párhuzamosan készült síkban nézzük csak a kisagyat, akkor mit fogunk ott látni, grafikus ábrázolás ez. A múlt héten CT-képeket elemeztünk ezzel kapcsolatban. A narancssárga sejtsornak a másik része a piros sejtsorhoz tapad, nos ezt az agyvelő fogja irányítani, fent bal oldalon látjuk az agyvelő keresztmetszeti képét, tehát koponyalappal párhuzamosan készült síknak a grafikus ábrázolását. Itt az önleértékelési konfliktusok becsapódása fog megtörténni, és a piros sejtsor, az pedig a külső csiralemez, azt az agykéreg irányítja, ebből alakul ki a külső bőrünk, ugye ez mutat a piros babára, és egy csomó olyan labhám nyálkahártya, a labhám az kívül van, a nyálkahártya az belül van, és üregeket, mondjam úgy, hogy vezetékeket, csöveket bélel, és ezeken fognak szervi szinten programok elindulni, amikor birtok konfliktusokat, szexuális konfliktusokat élünk meg, vagy éppenséggel jövőtől való félelmet. A nyilak egyirányúak, szeretném felhívni a figyelmet, hogy az áttétek meséje az a leggyönyörűbb Andersen meséi közé is be lehetne tenni, ez biológiai képtelenség, tehát nem fog senkinek sem a prostata sejtje tüdősejté alakulni, vagy csontsejté alakulni, az egyszer kialakult sejtek egy életen át a megfelelő programot fogják elvégezni. Képtelenség azt elgondolni, hogy teszem azt a prostata sejtem, elköszön az agytörzstől, mert ugye az agytörzs irányítása alatt áll, majd bekopogtat az agyvelőhöz, és azt mondja, hogy figyelj haver, én most csontsejté akarok alakulni, és légy szíves, akkor ebben segíts engem. Szóval ezek elképesztő mesék. Persze valamilyen magyarázatot kell adni az embernek arra, hogy most éppen miért van neki a tüdejében is szövetszaporulat, egyszerű a válasz. A haláltól való félelem mindig tüdőprogramot fog elindítani, akár dohányzunk, akár nem dohányzunk. Tehát itt konkrét biológiai válaszok fognak megvalósulni. Tehát erről az egész fóliáról annyit jegyezzünk meg, hogy a három csiralemez a megtermékenyített petesejtből alakul ki. A három csiralemezből kialakuló sejtjeink egy életen át ugyanazt a dolgot fogják végezni, nem alakul át egyik a másik sejt irányába, és megfelelő agyi irányítás alatt vannak ezek a sejtek. Nagyon jó, hogy a biológiákban hierarchia van, és nem demokrácia, mert ugye, ha demokrácia lenne, már az élet kipusztult volna. Nos, ezen a fólián látjuk akkor Hammer doktornak a tudományos táblázatát, és akkor megértjük az egyes konfliktus típusokat, amelyek megfelelő szöveti választ fognak elindítani. A sárga oszlop az agytörzs által irányított értelmes biológiai különprogramokat foglalja össze, és itt a lényeg, hogy a túlélésünket biztosító programok foglalnak helyet. És mint említettem, a túléléshez kell levegő, víz, táplálék, remélem mindenkinek ez rendelkezésére áll, meg fény, meg hang, tehát látják és hallják, amiről beszélek, akkor boldogok lehetünk, hogy élünk. Tehát ennyire egyszerű a történet, az összes többit a racionális agyunk találja ki, hogy mi is kéne még, hallgassuk meg Zoránnak ezt a számát, és akkor elgondolkodhatunk rajta, hogy milyen fantasztikusan meg tudjuk magunkat betegíteni a hülyeségeinkkel. Szóval azt se felejtsük el, hogy az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között, tehát az, amit én úgy élek meg, hogy ez nekem kell, ez falat konfliktusként fog megjelenni,
és természetes, hogy tápcsatornában fog elindítani egy szövetszaporulatot. Az agytörzs által mindig szövetszaporulat indul el, és a megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket. Az is problémát okoz természetesen, ha valamiből nekem kevesebb jut, mint a másiknak, és ide tartozik az is, amikor nagyon szarul érzem magam, bocsánat, ezt mindenki így szokta megfogalmazni, de ha valaki úgy fogalmazza meg, hogy széklettől beszennyezve érzem magam, hát attól elnézést kérek. Szóval, amikor ilyen szellemi magaslatokban éljük az életünket, nyakig a kakiban, akkor kérem szépen ne csodálkozunk azon, hogy a biológiánk megpróbál megszabadítani attól a kakitól, ami nincs ott ugyan a vastagbélben, de hát egy mihez közöljük vele, és ebből elindul egy vastagbél program, egy vastagbél vagy végbél, a legszorosabb ugye a végbélben jelentkezik, az átlag az a szigmabélben, szóval ott megjelenik a sejtszaporulat, de ha mi ezt megfordítjuk, ezt az egész történetet, és megkeresük a kakiban az aranyat, akkor kérem szépen ez onnan leválik, egy kis vérzéssel ugyan, egy kis görcsel, és ki fogjuk természetes úton tojni azt, amit teremtettünk. Szóval erre esettörténetet olvashatunk mindkét könyvemben, amit a tavaly, illetve az idén adtam ki, mert meghatározó élmény volt számomra az a Lajos bácsi története, aki 3 hét alatt megszabadult attól a sejtszaporulattól, amit úgy körülbelül 3-4 hónap alatt gyűjtött össze magának aprólékos munkával. A víz visszatartását is képesek vagyunk megcsinálni, és nagyon jellemző, ma is hallottam baráti beszélgetésben, hogy bevitték a kórházba, és leállt a veséje, természetesen a halál oka a COVID volt, és nem a vese elégtelenség. Miért? Mert ugye a beteghez nem mehet be a hozzátartozó, akik bemennek hozzá, szkafanderbe vannak öltözve, és mit él meg egy egyszerű ember, aki így bekerül a kórházba? Hát, hogy behoztak ide engem meghalni. És hiába kérte a nagypapa, hogy vigyetek innen haza engem, mert meghalok, hát nem engedték ki az illetőt, mert ugye fertőző, és meg is halt. Szóval veselégtelenségben. Én annyit tudnék mondani, hogy a leggyilkosabb érzés a magány, az elhagyatottság, a meg nem értettség, a kirekesztettség, és főleg a társas magány, amikor egy családon belül átnéznek rajtam, és a véleményemet semmibe veszik. Ez egy nagyon, de nagyon kellemetlen biológiai élmény, szeretném hangsúlyozni. Ez biológiai élmény. Csak a biológiánk tudja magát magányosnak érezni. Itt most lezárom és nem folytatom, mert még van sok minden, amiről beszélnem kell. De értsük meg, hogy ezeket az érzéseket mindig a biológiánk teremti meg, mert ha egyedül vagyok, meghalok, ez a válasz. És ezért azért próbál a biológia úgy segíteni, ahogy tudott segíteni még a halak korszakába. A halaknak túlélést jelentett, hogy a vizet begyűjtötték, ha a partra kidobta őket a hullám, az ember viszont pont ebbe fog belehalni. Tehát ha rájönnénk arra, hogy soha nem lehetünk egymagunk magányosak, elszigeteltek, hanem része vagyunk a mindenségnek, hogy azért némi racionális gondolatot is adjak ahhoz, hogy ezeket az őrült érzéseket tudjuk feloldani, nos, akkor soha, de soha nem gyűjtenénk be több vizet a szervezetünkbe, mint amennyire annak szüksége van. De nézzük meg a skizofrén agytörzsi konstellációról szóló előadást, vagy az ödéma, vízgyülem, duzzanat, vagy éppen a veséről szóló előadást, és akkor meg fogjuk érteni ennek a történetnek a lényegét. Tehát levegő is kell a túléléshez, és természetesen ezzel bírjuk ki legrövidebb ideig, tehát ha halálfélelmet keltenek valakiben, mi lesz a biológiai válasz? Hát tüdőszövet szaporulat. Ehhez elég egy súlyos diagnózist közölni valakivel, hogy 3 hónapja van még hátra, és már 2 héten belül ott lesz az úgynevezett áttét a tüdejében, mert az önmaga halála miatt érzett félelmében mindkét tüdőben elindítja a tüdőszövet szaporulatot. Nincs kivétel, kérem szépen. Szóval a tüdőről szóló webkonferenciában nyilván további részleteket is meg fogunk ebből érteni. A kisagy által vezérelt programok, látjuk a narancssárga mező felső
részében vannak, a narancssárga oszlopnál, és ide a vélt vagy valós támadások, a bemocskoltság vagy elcsúfítottság, és a gondozási konfliktus, vagyis a túlzásba vitt aggódás fog tartozni. Itt is szöveteket szaporítunk, épp úgy, mint az agytörzsi programoknál, konfliktus aktív fázisban, és a felesleget lebontjuk a megoldásban. Nincsen ezzel semmi probléma, csak végre le kéne zárni, drága hölgyeim, a vitát, a veszekedést és az aggódást, mert mind a kettő meldaganatot okoz, mégpedig adenokarcinómát. A ductus karcinoma az egy másik tészta, az a piros mezőhöz tartozik. Szóval, ha valaki megoldott már valamilyen történetet azzal, bocsánat, hogy hülyére aggódta magát, szóval, ha valakinek a problémáját csupán az az egy dolog megoldotta, hogy túlzásba vitte az aggódást, legyen szíves, írja le nekem, mert még ilyen esettörténetem nincsen. Szerintem nem is lesz. Viszont, hogy ebből csinál magának meldaganatot, az biztos. Elég, ha azért aggódik, mert a férje nem hajlandó a germán gyógytudomány szerint gondolkodni. Kérem szépen, fogadjuk el, hogy családon belül ritka az, amikor a germán gyógytudományt mindenki elfogadja. Hogy jössz te ahhoz, hogy ilyenekről beszélj, nem vagy te orvos, és hallom a megjegyzéseit a család többi részének, de még olyan családon belül is probléma, ahol éppenséggel három orvos van egy almon belül, ott is félreértések vannak a medicina értelmezésében, tessenek megnyugodni, mert amikor valamit megtanulunk, akkor nagyon ragaszkodunk hozzá, még akkor is, ha utólag rájövünk, hogy ez egy hibás tudás. De annyi energiát fecoltunk bele, hogy már nem vagyunk hajlandók ezen változtatni. Ez itt a probléma, kedves kollégák. Szóval a kisagy által vezérelt programok a vélt vagy valós támadásokról szólnak, mondtam, hogy valóságállom illúzió ugyanaz, és a kezűség zárójelben azért van itt feltüntetve, mert az egész narancssárga és piros oszlopra vonatkozik a kezűség. És mondhatnak a szkeptikusok akármit, mert azért megnézem, hogy a szkeptikus blogban miket írnak, hát azokról a dolgokról írnak, amit a sajtóból Hammer doktor ellenségei leírtak, és hát ők ezt tartják igaznak. Hát kérem szépen, semmi probléma, én elfogadom, hogy neki ez az álláspontja, de akkor is hajszál pontosan megmutatja a biológiánk, hogy a jobbkezesnek a jobb oldali testfelén fognak megjelenni a partner oldallal kapcsolatos tünetei, és baloldalt az anyagyerek és önmagáról szóló történetek, balkezesnek pedig fordítva, vagyis a kezűség azt mutatja, hogy hol van a partner oldal. Mind a kisagyi, mind az agyvelői, mind az agykérgi programokban. Az agyvelő fehér állomány szürke magvai tartoznak ide, szóval az agyvelő által irányított programokat önleértékelés indítja el, ami mindig önpusztítást jelent, szervi szinten, sejtszintű sorvadást, és ezt kérem szépen extrém méreteket ölthet, de ebből is van gyógyulás. Visszajelzés olvasható a weblapnak a vendégkönyvében, hogy hogyan lehet teljes izomsorvadásból felépülni, csupán egy webkonferencia megtekintésével B.Tibornak a visszajelzésére utaltam ebben a pillanatban, akit érdekel, olvassa el. Az illetőt még nem ismerem, még nem találkoztunk, tanfolyamon nem volt konzultáción sem, csak megnézett két három előadást, és utána leírta, hogy minden ugyanúgy történt, ahogy az előadásban hallotta. Ez egy luxus dolog, kérem szépen önmagunkat leírni, önmagunkat összehasonlítani bárkivel is, hiszen mindannyian egyedi, csodálatos teremtmények vagyunk. Egyszerűen nem tudom, hogy miért kellene különbséget tenni ember és ember között. Tehát ez megint messzire vívő gondolat. Térjünk vissza a táblázathoz, piros mező, agykéreg irányítású program. Itt vannak a birtok és elválasztási konfliktusok, valamint az alján a táblázatnak a működés változással kapcsolatos programok. Ugye hadd ne mondjam, hogy minden mondat, ami minden cím, ami itt alá van húzva, egy-egy webkonferencia anyagát jelenti. Csak a főoldal jobb felső sarkában a YouTube ikonra rá kéne kattintani, és megkeresni azt, ami éppen érdekel minket. De szerintem a legnagyobb kérdés, hogy miért élünk meg konfliktusokat,
hogyan tegyük feleslegessé. Hát akit érdekel, ezzel a címmel is fog előadást találni, remélem, hogy néhányan megnézik. A krónikus betegségeknek az oka ugye a fel nem oldott konfliktus, tehát szabad egy életen át haragudni, bosszankodni, ellenszegülni, és akkor folyamatosan lesznek tüneteink, ez a felső ábra, mert a konfliktus aktív szakaszban is vannak ám tünetek. Kérdés, hogy értem vagy nem értem, hogy mit tesz a biológiám, én értem. A policiklikus lefolyásra mindig megjegyzem, hogy ez legalább nem unalmas, mert hol jól vagyok, hol beteg, hol jól vagyok, hol beteg. Ugye a szomorú csak az, amikor egy hölgy nem tanul egy meldaganatból, megúszza mondjuk egy műtéttel, túléli az egészet, és két év múlva csinál még egy meldaganatot, mert nem tanult meg aggódás vagy veszekedés nélkül élni. És akkor újraindítja a történetet. De lehet, hogy csak sinek ismétlődnek ritkán, mondjuk tavasszal és ősszel fáj a gyomrom. Miért? Mert éppen tavasszal és ősszel volt az a konfliktusom, mint ami egy megemészhetetlen bosszúság, ként éltem meg, és már nem bosszankodok, de a tavasz és az ősz az figyelmeztet, hogy kedves gazdám, jó lenne lezárni békével, megbocsátással, empátiával ezt a történetet. A függő gyógyulás pedig az, ami tökéletesen szét tudja szedni a szervezetünket szöveti szinten is. Hú, mennyi alliteráció van ebben. Szóval ez egy nagyon sziszegő és nagyon fájdalmas történet, mert ugye többnyire benne ragadtunk ugye a megoldási fázisban, azok a kis kék szakaszok azok csak a gyakran érkező sineket jelentik, nem epileptoid krízisek, nem, az nem csúcsos és nem magas. Ezek csak kicsi emlékeztető sinek, újra és újra találkozok azzal az emberrel, akivel úgy gondolom, hogy megbocsátottam neki. Mondom, úgy gondolom. Na, ameddig úgy gondolom, addig a nem történt meg. A függő gyógyulás is megoldható, persze ebből lesznek az ismeretlen, az autoimmun, a gyógyíthatatlan, krónikus betegségek, ízületi eltorzulások, és a többi. Részleteket mind a több mint 140 webkonferencián találunk erre is. A negyedik természettörvénynél ismét érkezik Hammer doktornak ismert grafikonja, a Hammeri iránytű, hogy tudjuk akkor, hogy mi is történik a konfliktus aktív szakaszba? Jaj, nem csak sejtet szaporítunk, kérem szépen, hanem elindítjuk azoknak a bennünk élő mikroorganizmusoknak a szaporítását is a konfliktus aktív szakaszba, amelyek majd segítenek a megoldást követő fázisban lebontani a feleslegessé vált sejteket. Vagyis nem vagyunk mi magányosak egyedül ebben az egész történetben, hisz vannak bennük gombák, meg gombabaktériumok, vagyis TBC baktériumok, és ezek lesznek azok, amelyek az agytörzsi és kisagyi programoknál segítenek a felesleget lebontani. Nyilvánvaló, a számuk annál nagyobb lesz, minél tovább csücsültem a konfliktus aktív fázisban. Nem újjék el nap a te haragoddal. Addig mondom, míg lyukat nem beszélek a hallgatóság hasába, hogy ezt az egy dolgot legyen szíves átvinni a gyakorlatba, és akkor meg se fog tudni betegedni. Amikor viszont sejteket sorvasztunk, akkor is elindítjuk a segítőink szaporítását, ezek már a baktériumok és a vírusok lesznek, és ezek pedig segítenek visszaépíteni mindazt, amit sikeresen lebontottunk a konfliktus aktív fázisba. Nos, akkor mi is itt a probléma? Ja, hogy félreértjük, hogy humán papilloma vírus fertőzése van valakinek. Nem, kérem szépen, le kéne zárni azt a bizonyos, hát féltékenységet. Fehér gombás folyásom van, mondja az illető. Igen, azért, mert le kéne zárni azt az ocsmány félgenitális konfliktust, ami a méhnyálkahártyának a túlszaporodását, és ebből adódóan a túlzott lebontását fogja okozni gombás folyással, fehér folyással természetesen. És folytathatnám a sort egy csomó példával, de hát a különböző programokban erre mind megkapjuk a választ. Természetesen, hogy ami a külvilágban van, az már kórokozó, pláne amit ember állít elő, ártó szándékkal. És ennek most már, hát azt hiszem, mindenki
megtapasztalta a következményét, hogy is, és miért állítják el, és hogyan, és miként, és mitől kéne félni, és mi az, ami megvéd, és mi az, ami nem véd meg. Szóval hosszú történet, nem akarok ebbe most belemenni, mert az lenne a kérdésünk, hogy hogyan segítsünk úgy, hogy ne ártsunk. Szóval mindenképpen meg kellene ismerjük az öt természet törvényt, és ha eddig valamivel kapcsolatban is valakinek kérdése maradott volna fenn, akkor csak arra kérem, hogy nézzen ki az ablakon. Nyilván, akik az operenciás tengeren túllaknak, azoknál éppen világos van, tehát ők ki tudnak nézni, mi esetleg holnap nézünk ki az ablakon, vagy a cserépvirágra nézünk, vagy nézzük meg a cicát, a kutyát, vagy bármilyen élőlényt, mert minden, ami él, az élni akar, szerintem. És ehhez nem kell se statisztika, se állatkísérlet. Ezt mindenki józan paraszti ésszel képes megállapítani, szerintem. Vagyis, ha a túlélés és a fajfenntartás ösztöne az, ami az élővilágot életben tartja, akkor nyilvánvaló, hogy a halálfélelem és a faj kipusztulásától való félelem lesz az, ami elindítja bennünk a túlélő programokat. Logikus? Ennyire egyszerű. És a Hámeri táblázat az rámutatott arra, hogy mi ezt a félelmet hányféleképpen tudjuk megélni. Ugye falattól egészen a működés változásig mindenféle úton, módon a biológián bebiztosította magát a túlélésre. Tehát amikor megjelennek a tüneteink, csak meg kéne engednünk, hogy meggyógyuljunk. Szoktam mondani, hogy ha az agyadat egy hónapra kivehetném a fejedből, akkor a tested meggyógyulna. Hát persze nyilván a logikus gondolkodásra gondolok én itt, nem az irányító központokra, mert az agy halott lenne az illető, szóval. Csak hogy megértsük, ha a gondolatainkat le tudnánk állítani. Nagyon nagy segítséget adom mindenkinek, majd a más studentemékhez még erről is fogok beszélni, de az ötödik természet törvény az, ami felteszi Hammer doktor munkásságára a koronát. Igen, kérem szépen, ez az, ami mindent, de mindent megmagyaráz. És ugyan, ha ez így van, miért nem ezt tanítják az egyetemeken? Hát akkor tessenek megnézni a weblapnak a harmadik menüpontjáról az ébresztő gondolatok videói közül az elsőt, a Szabadságot a léleknek című 36 perces riportot Guylaine Saint-Pierre Lactot, kanadai doktornővel, és rá fogunk jönni arra, hogy 1907 óta a gyógyszeripar átvette az irányítást a medicina felett, és kérem szépen, aki fizet, az diktál. Szóval, aki a rendszerben dolgozik, azzal teljesen tisztában van, és szerintem a betegek is tisztában vannak azzal, hogy a gyógyszeripar tartja a kezében a medicinát. Ha ezt mind megértjük, hogy a gyógyszeripar nem egy non-profit vállalkozás, de a riportból meglátjuk, hogy mekkora profittal dolgozik, akkor egyértelmű, hogy kinek lényeges, hogy meggyógyuljon a betegen kívül. Senki másnak. Ezért nem tanítják ezt az egyetemen, mert ha csak az első megoldást, hogy zárjuk le békével a napjainkat, ha ezt képesek lennénk megtenni, hát akkor kérem szépen, meg se tudnánk betegetni. Nem érdekes, hogy krimiket adnak este a tévébe, hogy ne aludjunk nyugodtan? Hogy félelmeket keltenek bennünk a hírekkel, mert a magyarázat megvan, a pozitív hírnek nincs jelentősége. Pedig én nagyon nagy örömmel hallanék arról, hogy Székelyföldön milyen jó dolgok történnek, ugye éppen ma sikerült beszélgetnem a barátommal, és örömmel nyugtáztam, hogy a dolgok rendben vannak, mi történik a nagyvilágban, egy csomó pozitív dolog, de hát ezeknek nincs hírértéke. De 98-ban elismerik Hammer doktornak a munkásságát. Elismerik. Nem volt mit tenni, bár nem azzal indult, hogy mostan itt van Hammer doktor, és nézzük meg, hogy igaza van, vagy nincs igaza. Nem így indult a történet, de nem tudtak fogást találni azon a munkán, amit Hammer doktor letett az asztalra. És ez 98. szeptember 11-én kelt ez a bizonyítvány, vagy igazolás,
Aki megnézi a Hammer doktor életéről és munkásságáról szóló webkonferencia anyagot, részleteiben megtudja, hogy ez miről szól. Szóval értsük meg, hogy ez a világ csak akkor fog megváltozni, ha mi hajlandók vagyunk megváltozni, de ehhez kell egy logikus gondolkodás, és aki már az életét és egészségét a kezébe tudja venni, annak már hatása lesz arra, hogy a dolgok hogyan alakulnak a világban is. Nos, hogyan segítsek úgy, hogy ne ártsak? Hát természetes, hogy a betegnek először meg kell értenie azt, hogy hogyan alakult ki a betegsége. El szoktam mondani egy csípőízületes programnak a megfejtését ugye a háromnapos képzésen, amikor az ember rádöbbent arra, hogy akkor találkozott velem először, és egy irányított kérdéssel pontosan rámutattam arra, hogy az a tünete, ami megjelent, az éppenséggel minek a következménye volt, onnantól számára már nem volt kérdés, hogy ez igaz vagy nem igaz. Tehát az az ember, aki a bőrén megtapasztalta egyszer a természettörvények igazságát, annak már mind magyarázhatnak akármit. De a legnagyobb akadálya pontosan az a gondolkodásmód, amin nem vagyunk hajlandóak változtatni, mert hogy annyi energiát ebben már belefektettünk, hogy legyen egy diplománk. Nem akarok senkit se elkeseríteni, de az egyetemi oktatás sem arról szól, hogy az embereket megtanítsák logikusan gondolkodni. Nekem hál' Istennek olyan fantasztikus középiskolai tanáraim voltak, akik megtanítottak gondolkodni, és az egyetemi évek alatt is mindig volt legalább egy vagy két olyan tanár, akinek érdemes volt eljárni az előadására, mert gondolkodni tanított. Szóval a gondolkodás szabadságát nem fogják elvenni tőlünk, ha csak be nem oltanak ez ellen is. A lényeg az lenne, hogy tisztázzuk a konfliktust és a DHS körülményeit. Ez mindenképpen alapvető kérdés. Ebben a betegnek részt kell vennie, mert nélküle nem oldható meg semmi. Mondhatja azt, hogy neki ilyen története nem volt. Ő ilyenre nem emlékszik, de szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy senkinek a teste unalmában nem fogja magát megbetegíteni. Segítünk abban, hogy milyen úton tud kitalálni egy bizonyos élethelyzetből. Nyilvánvaló, ez a fizikai szintű megoldás, hogy hozzon egy olyan döntést, hogy teszem azt, elköltözik abból a pokolból, amiben él, mert egyszerűen képtelenség számára ott, hogy is mondjam, levegőhöz jutni. Hát akkor nem kell sorba állni a következő pofonért, akkor tovább kell lépni. Tehát vannak azok a helyzetek, amelyek kikényszerítik az emberből, hogy tovább menjen. De ha megszoktuk a langyos kakit, és még éppen nem ért az órunkig, akkor tovább szagoljuk. Ez a hozzáállása annak, aki az áldozat szerepben ül. Ezeket az embereket nem lehet hatökörrel se kihúzni a langyos kakiból, mert inkább azt mondja, hogy hát én nem tehetek róla, én nekem ilyen nem volt, nem egyszerűbb lenyelni a tablettát, vagy megkapni azt a bizonyos méreginjekciót. Lehet. Kérem szépen, nem kötelező germán gyógytudomány szerint gyógyulni, ezt tessenek megérteni. Nem kötelező. Ez egy lehetőség, ami választható. De ha valaki ezt választotta, akkor legyen szíves alapvetően ezzel foglalkozni. Mert a gyógyító eljárás főnöke mindig a páciens marad. Nem én gyógyítok meg senkit sem. Még soha senkit meg nem gyógyítottam. Se én, se Réka, se ketten együtt. De rengeteg ember meggyógyult azoktól a gondolatoktól, amelyeket magáévá tett egy-egy tanfolyamon vagy egy konzultáción. Nekem az a feladatom, hogy azokat a gondolatokat elmondjam, amelyek megváltoztatják ezt az embert, és megváltoztatják ezt a világot. A betegeknek nem kell érteniük a teljes biológiai összefüggést, csupán annyit kéne megérteniük, hogy a tünet, amit a megoldás követő szakaszban tapasztalt, az most éppenséggel azt jelenti, hogy gyógyul. És ha el tudnánk kezdeni örülni annak, hogy a gyógyulási tünetek megjelentek. Vajon mi történne? Már nem is fájna annyira. Mondok egy titkot. Ha valakit elkap a szédülés, becsukja a szemét, és úgy érzi, hogy egy helikopterben forog le meg fel, hát kezdjen el örülni, hogy nem fizetett érte 200 eurót, hogy ezt megtapasztalja. Abban a pillanatban el fog múlni a szédülése.
De ha megriadok tőle, hogy te jó Isten, mi van velem, hát akkor még jobban fog szédülni. Minél inkább megéli az elhagyatottságot egy ember, annál több komplikáció fog keletkezni. És erre már utaltam az előzőkben, hogy ez a legsúlyosabb dolog, az elhagyatottság. Ilyenkor tehát a család együttműködése elengedhetetlen. Az elanyátlanodás, a szüntelenül szenvedő szegény én. Volt olyan levél, amiben a betegnek a levelébe beírtam, minden mondata után, vagy panasza után, hogy mi a magyarázata. Nagyon nem tetszett neki. Nem válaszolt. Még annyit se, hogy köszönöm. Mert amikor egy tükröt kapunk arról, hogy ezt az egészet én csináltam magamnak, és ez nem egy olyan orvos, aki majd nekem felír valamit, hát akkor ez egy hatalmas csalódás. Hát igen, kérem szépen, ez egy másfajta megközelítése a problémáinknak, de hát akinek fogalma nincs arról, hogy hogy működik a biológiája, hogy lehessen rajta 100%-osan segíteni. Nagyon nehéz kérdés. Nyilvánvaló, hogy a fizikai szinten, amit változtatni lehet, az mindig egy olyan történet, amit meg kell fogni, amit meg kell csinálni, de a legfontosabb az, hogy ezentúl segítsük a beteget abba, hogy érzelmileg le is zárja a konfliktusát. És itt jön az, amiről már szóltam, hogy megkeressük a kakiban az aranyat, tehát ma este is mindenki átmegy aranyásóba, és megkeressük, hogy abban, ami ma nem úgy történt, ahogy elképzelte, mit tanulhatott belőle. Nem az, hogy soha többet nem bízok senkiben, ez a logikus agyunknak a következtetése, nem? Mert minden, ami ma nem úgy történt, talán arra próbált minket rávenni, rámutatni, hogy még van egy kis csiszolni valónk abban, hogy feltételek és előítéletek nélkül fogadjuk el önmagunkat és a világot. És lehet, hogy a világot el is tudjuk fogadni olyannak, amilyen, fene megette, mert hát nem tőlem függ, hogy ilyen bolond világ van, de magamat elfogadni, hú, hát az nagyon nehéz dolog. Na, itt vannak a nagy problémák, főleg amikor önleértékelésről beszélünk, meg áldozati szerepről. Ezeket nehéz belátni, hogy itt ez hatalmas öngól, de jó lenne azon elgondolkodni, hogy nekem csak annyi dolgom lenne, hogy elfogadjam, hogy ez van, és innentől megnyugszom, mert a biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik a túlélésért és a faj fenntartásáért. Ezt nagyon jó lenne megjegyezni. Persze nem mindegy, hogy mikor állítjuk le a történetet, hogy mekkora a konfliktus halmaz természetesen. Az esetek 80%-a otthon a nappaliba képes meggyógyulni. Lesz 20%, akinek orvosi ellátásra van szüksége. És lesz 3, maximum 4%, aki már túl későn fogott hozzá a germán gyógytudománnyal gyógyulni, és frekvenciát vált. Természetesen. De tessék megnézni a statisztikáit az onkológiának, és akkor el lehet dönteni, hogy melyik utat választjuk. Tehát, mikor érzelmileg lezárjuk a történetet, akkor fognak a sínek is eltűnni. De nagyon élvezem, amikor valaki azt írja, hogy ő már mindent megbocsátott, de sínre került. Nagyon nehéz nekem ilyenkor komolynak maradni, mert amúgy is a komoly előadót előadni, hát az nekem egy nagy megerőltetés, jelen pillanatban is. Mindig jön egy-egy gondolat, hogy még mit tudnék mellé mondani, de nagyon komoly témáról van szó, úgyhogy nem akarom a vicc kategóriába ezt valaki oda tegye. Értsük meg, hogy legfontosabb dologról van szó itt az év végén, mégpedig az, hogy hogyan segítsek úgy, hogy ne ártsak. De nem tudok a beteg nélkül semmit se csinálni. A megértés még nem egyenlő a megoldással. A megértés egy nagyon jó dolog, és szenvedhetek tovább tudományosan. A megoldás valóban az, ha érzelmileg zárjuk le a történeteinket, erről szólnak a megoldási kulcsok, amelyek nem ilyen, hogy mondták, mindenhonnan kapok én azért kritikát is, nem, hát nem, de jönnek, hagyjönnek a kritikák, mert ezek mindig segítenek. Szóval, ezek nem ilyen standard megoldási kulcsok, amit ráhúzunk mindenkire, és onnantól mindenki meggyógyul. Senki nem fog az én gondolataimtól meggyógyulni, csak akkor, ha ebbe belerakja az érzést is.
És a legnagyobb akadálya a gyógyulásnak az, ha a beteg nem őszinte, még önmagához se. Nem egy ilyen történetünk van, ami frekvenciaváltással végződött. És utána a család morog rám, hogy mert a beteget én meghűítettem, mert germán gyógytudomány. Hát kérem szépen, most mondjam azt akkor, hogy ez nem való mindenkinek. Igen, csak annak való, akinek szíve és józan esze van, ahogy azt Hammer doktor megmondta. De ha valaki még önmagához se őszinte, akkor sem, amikor rákérdezek a fizikai tünetek alapján a lelki háttérre, és a beteg azt tagadja, akkor én mit tudjak csinálni? Akkor én mit tudjak csinálni? Ráhagyom. Én nem vitatkozok senkivel. Nem alkalmazunk olyan módszereket, amelyek olyan emlékek kerülnek felszínre, amelyek nem oldhatóak fel. Kérem szépen, vannak az embernek az életében ilyen teljesen sötét lyukak, amikre nem emlékszünk. Azt nem kéne piszkálni, azt nem véletlenül zárta le a tudatos, nagyokos agyunk elől a természet, mert azokat nem szabad szétszedni. És akkor, aki elmegy családállításra, aztán idegösszeroppanással hozzá kell a beteget a rendelésre, mert olyanba nyúltak bele, amiben nem szabad, és onnantól teljesen az önmagáról és a világról alakított képe tör darabokra benne, tehát ilyet nem szabad csinálni. Meg vannak az utaztatások. Én nem mentem mindenre, meg kíváncsi emberként én ezeket a dolgokat megtapasztaltam, és láttam, hogy miről szólnak. És vannak még az előző életekben való kutakodás. Hát annak fantasztikus nagy jelentősége van, hogy kinevezzük a mai betegségemet annak, hogy én 300 évvel ezelőtt egy gazember voltam, és én ezért szenvedek most. Na ezzel már bent is vagyok, a langyos kakiban. Meg van magyarázva, nem? Hát természetesen. Szóval hagyjuk az ilyen spirituálisnak nevezett, mert ez nem spiritualitás, kérem szépen, ez spirituális ego. Hagyjuk ezeket a magyarázatokat, félremagyarázásokat, és maradjunk a biológiánál. Maradjunk ebben az életünkben, és ha jelen tudnánk lenni a pillanatban is, az agyunk nem a múltban, meg a jövőben kóborolna, hanem jelen lenne a pillanatban, meg se tudnánk betegedni. Szóval állítsuk le az ilyen félrevezető utakat. Nem oldunk fel egyszerre mindent. Kérem szépen, mint mondtam, rengeteg feloldatlan problémánk van. Azokkal kell foglalkozni, amik már zajlanak, ami megoldás követő fázisban van. Na, ez az első lépés, amivel foglalkozni kell. Aztán a többit majd szépen sorban megoldjuk. Érthető? Egy életnek a történetét nem egy nap alatt kell rendbehozni. Adjunk időt erre, és ne merítsük le a biológiánkat a túl sok megoldási fázisba kerülő programmal. Nem oldhatunk fel birtokvesztés konfliktus 9 hónap után. Persze ez a 9 hónap relatív, elárulom, mert ugye kérdés, hogy mekkora a konfliktus tömeg. A konfliktus tömeget az idő és az érzések szorzata fogja megadni. Tehát lehet, hogy 6 hónapig tartott csak a birtokvesztés konfliktus, de olyan elképesztő konfliktus aktív fázisban folyamatosan, hogy az borzasztó. Tehát ezt mindenképpen a My Studenten Méhen hallgatásával kellene letranszformálni, és természetes, hogy akkor esélye van az embernek arra, hogy az epileptoid krízisbe ne kapjon tüdőembóliát, vagy ne álljon le a szíve. De hát ez részletkérdés, benne van az előadás anyagában, hogy ezt hogyan és miként. Tehát én azt ajánlom, laikus ember, ne piszkáljon olyan történeteket, amiben az illetőnek tipikus anginás fájdalma volt. Természetesen, ha az anginás fájdalommal együtt bőrtünetek is jelentkeztek, mert ugye nem csak birtokvesztést, hanem elválasztási konfliktust is megélt az illető, akkor azokkal is csínyán kell bánni, mert azért a sinek egymásra épülnek. Ez nem bicikliszerelés, kérem szépen. Ez egy kicsit bonyolultabb annál, de viszont itt van a My Studenten Méhen, ami egy fantasztikus ajándéka Hammer doktornak az emberiség számára. Tessenek megnézni a My Studenten Méhen a gyakorlatban című előadást.
és bárki kéri tőlem ezt az eredeti dallamot, megkapja. Csatolmányba teszem, folyamatosan kéne hallgatni, nagyon halkan, és folyamatosan. Hát ennyit kellene megtenni, és természetesen a konfliktusokkal úgy szépen sorban rendezni a dolgokat, hiszen a más studenten méghen azokat a programokat, amelyek lezárhatók, le is fogja zárni, ha én azt már érzelmileg elengedtem. Szépen sorba rakja. Döbbenetes ez az egész, nem megyek részleteibe bele, ez a 760 oldalas könyv fordításából rengeteg webkonferencia anyag készült már, tessenek utána nézni. És akkor eddig megbeszéltük, hogyan segítsek, hogy ne ártsak, amikor szervi tünetekről beszéltünk. Na de hát vannak viselkedésváltozások is, csókolom, és hát akkor mit lehet csinálni? Azt veszem észre, hogy egy ember már nem olyan, mint amilyen volt. Akkor a stratégia következő. Hát ide azért már tudni kell egy kicsit mélyebben a dolgokat, mert a viselkedés megváltozásából kiderül a konstellált állapot, hogy milyen konstellációja van az illetőnek. A konstellált állapotból feltárjuk a konfliktusokat. És természetesen, hogy a konfliktusok ismerete alapján rákérdezünk a történtekre, és segítünk a megoldásban. Ennyire egyszerű a történet, de ehhez már azért ismerni kell valamit, ugye a konstellált állapotokról, és ne feledjük, hogy időben visszafelé haladunk a birtokzónás konfliktusoknál. Ott nem a gyerekkori dolgokkal kezdünk. Nem akarok részletekbe menni, mert rengeteg előadás született ebben a témában, majd felsorolom őket. De aki először hallja ezt a webkonferenciát, azért tudnia kell, hogy a konstelláció nem csak a csillagok állásáról szól, hanem a hámeri gócoknak az állásáról is szól, egy adott agyi szakasznak a két oldalán, tehát a jobb és a bal oldalán. És amikor ezek egymással szemben helyezkednek el, akkor azt jelenti, hogy párhuzamosan zajlik két értelmes biológiai különprogram, kettő, és ez megváltoztatja a viselkedést. A második képet azt éppen a múlt héten vetítettem ki, a kisagyi skizofrén, kisagyi konstellációról a történetet, és a többi kép is ismerős annak, aki rendszeres hallgatója ennek a keddi webkonferenciának, ahol ingyen tanulhatunk és kérdezhetünk. Picit a részletekbe, ha belemegyek, ugye az agytörzsi konstellációnak a lényege, hogy az illetőnek a tudatállapota zavart lesz. Ezt fogjuk konsternált állapotnak nevezni. A magányosságról szóló webkonferencia, amit még a 54 napos karantén alatt készítettünk, és Réka bemutatott egy történetet, ami aznap történt, egy öregember elkóborolt otthonról, azt se tudta, hogy merre jár. Miért? Mert agytörzsi konstellációja volt szegényemnek. Amikor időben és térben teljesen tájékozatlanak vagyunk, nem tudjuk, hogy milyen nap van, milyen év van, hol vagyunk egyáltalán, nem ismerjük fel az ismerőseinket, lehet a családtagjainkat sem, mert ilyenkor ugyanazt az állapotot éljük meg, mint a partra vetett hal, aki éppen a létezéséért küzd. Mert akkor ennek a halnak a túlélését az biztosította, hogy teljesen zavart tudatállapotban nem kezdett el vergődni, nem kezdett el mozogni és tovább menni, egyre távolabb kerülni a víztől, hanem nyugodt maradt, és megvárta a következő hullámot, ami visszavitte őt a vízbe. Most az embernél a létezés feltételeinek hiányából adódó konfliktusok tudnak ilyen agytörzsi konstellációt, zavarodott tudatállapotot létrehozni, és hát hogyha a létezésünk feltételei veszélybe kerülnek, mint például ebben az időszakban is, akkor ez a zavarodottság egy teljesen természetes megjelenése lesz a biológiának válasza arra, hogy ne keresgélj, ne menekülj, maradj ott, ahol vagy, és várd meg, míg megjön a mindent megoldó hullámzás, mert ugye ez a halaknak a túlélését jelentette, és minden, ami a túlélést jelenti, az a biológiában továbbadódik.
Na most az ember megéri a menekültséget, az elhagyatottságot, a kirekesztettséget, a szüntelenül szenvedő szegényént, a társas magányt, a kórház konfliktust, és ez az, ami begyűjti a vizet a szervezetbe, ezt vese elégtelenségnek fogják nevezni. És miért? Mert a vesegyűjtő csatorna, amit itt látunk sárga színnel, ugye, az a szövetszaporulat miatt elzáródik, és a vízben marad a szervezetben, vagyis a napi vizelet a 1,5-2 liter helyett 1,5-2 deci lesz mindösszesen, és ilyenkor a 11-12-es relében ott lesz a hámeri góc, ott lesz a becsapódás, a céltábla alakú, kimutatható elváltozás a CT-képen. Tehát ez az agytörzsi konstelláció, erről külön előadásban eset, történet, bemutatással külön előadást nézhetünk meg. A kisagyi konstellációról, mint említettem, múlt héten volt szó, és ez az, amikor érzelmileg összeomlik valaki, megél egy belső halált, és a viselkedése, hát úgymond aszociális lesz, tehát nem a megszokott, társadalmilag megszokott viselkedés lesz, hogy magyarul fogalmazzak, hanem egy teljes kiégett érzelmi állapot. Ehhez nem kell csak az aggódást vagy a veszekedést, vitát túlzásba vinni apuval és anyuval, és onnantól tudjuk a második eset történetből, hogy szegény gyereknek 3-4 napba került, még újra, meg újra magához tért, miután a szülők jól kiveszekedték magukat. A támadás, vagy vélt, vagy valós támadás, bemocskoltság megélése is ugyanezeket a dolgokat fogja elindítani, és ne feledjük, hogy innen indul a kezűség kérdése is. Tehát a kisagyi konstelláció az lehet, hogy ebben az esetben az illetőt a pszichiátriára viszik, mert a viselkedése teljesen megváltozott az illetőnek, és nem tudják mivel magyarázni ezt. És hát ez a történet, ez igen szomorúan végződik, ha végül is az illető bekerül a pszichiátriára, természetes zárt osztályra. A nagy fehér állomány konstellációja azt jelenti, hogy jobb és bal oldalon is, tehát anya-gyerek és partner oldalon is megéltem az önleértékelést, amiről tudjuk, hogy önpusztítást jelent szervi szinten. Ez vajon biztosítja a túlélésünket? Nem. Tehát mit fog a biológiám csinálni? A saját hajamnál fogva emel ki azzal a viselkedéssel, hogy mindenben magamat kiemelem a többi fölé. Na, ezt fogják megalomán viselkedésnek nevezni. Hát ennek rengeteg aranyos megnyilvánulása van. Anyám csak annyit mondta, hogy rázza a rongyot, és hát láthatunk ilyen hát félkilós kereszteket, meg nyakláncokat, meg fülbevalókat embereken, akik ezzel próbálják igazolni, hogy ők mekkora fontos személyiségek. Ez még csak hagyjámna, de az az ember, aki mindenhez es ért, szóval kritikátlanul mindenbe beleszól, mindenkinél mindent jobban tud, mindenkinek megmondja a tuttit, és közben valójában semmihez nem ért. Na, ez az igazi megalomán viselkedés, és én biztos vagyok benne, hogy minden családban már rájöttünk arra, hogy na, ki is az az ember, vagy az a kimnemű, vagy nőnemű ember, akinek a viselkedése hát ebből a szempontból teljesen szembetűnő. Persze a megalomán viselkedést azt meg lehet kérem szépen többféleképpen is élni, nem olyan egyszerű ez a történet, itt csak azt látjuk ezen a képen, amikor a vállízületek érintettek, vagyis a súlyos önleértékelést abban élem meg, hogy lelkiismeret furdalásom van, a gyerekemmel kapcsolatosan is, vagy anyámmal kapcsolatosan is, mind a kettő oda vezet, illetve van partner oldalon is, és ez lehet éppenséggel a házastársam, a munkatársam, vagy éppen beszóltam a polgármesternek, és nem kellett volna. Szóval ez a két dolog, ha együtt van, akkor jön az a mindenkinek mindent megmondó ember, aki aztán mindenkinél mindent jobban tud. Ez a megalomán konstellációnak a lényege, akkor, amikor a válunkról van szó, amikor a lelkiismeret furdalásról van szó, akkor az lesz, hogy én vagyok biza a legjobb apa a világon,
vagy a legjobb anya a világon, ilyen nincs még egy, de ugyanakkor én vagyok a legcsodálatosabb gyermeke az édesanyámnak, vagy a legtökéletesebb munkaerő az egész vállalatnál, és a többi, és a többi. Szóval ez, ami a vállizületet érinti. Na, de van itt azért más is, mert ugye az igazságtalanságot, ha megéljük mindkét oldal, tehát se az anyám nem adott nekem igazat, se a munkatársam nem adott nekem igazat, akkor én leszek az igazság bajnoka, és az igazság kérdése lesz az életem fő kérdése. Ezeknek az embereknek állandó nyaki fájdalmai vannak, tehát hol van, hol nincs, eljutnak oda, hogy az izom teljesen bekeményedik, epileptoid krízisben izomgörcsel, félrefordul a nyaka, ha nem azért, mert a légkondi megfújta, nem, kezicsókolom, csak azért, mert a igazságtalanságról szóló története a megoldás kellős közepén van. Ezért áll félre a feje, és nem azért, mert utána nézett egy hölgynek, és úgy maradt. A lelkiismeret furdalás, ezt tisztáztam, viszont ott van a veszteség konfliktus. Ne felejtsük el, hogy szexuális megalomániához vezet, és ezt nagyon egyszerűen megélheti mondjuk egy férfi ember, amikor hazamegy, és asszony bejelenti, hogy hát drágám, akkor innentől kezdve ég veled, veszi a két bőröndöt és a két gyereket, és elmegy otthonról. Ez az ember egyszerre megéli a veszteség konfliktust partner oldalon és gyerek oldalon is, elvesztette a feleségét, elvesztette a gyerekét, meg egy csomó minden mást, ugye elválasztási konfliktust, az is mindkét oldali, tehát lesz egy skizofrén, szenzoros konstellációja, ami emlékezetkieséshez, és ha sokáig fennmarad, elvezet egész a demenciáig, ez egy másik történet. Lesz neki birtokvesztés konfliktusa, birtokféltése, stb. Tehát annyi konfliktust meg tudunk élni egyetlen ilyen történetből, hogy hihetetlen. De az, ami a veszteség konfliktust, ami élőlény veszteségéről szól, és nem a pénztárcám elvesztéséről, vagy elvesztettem zsebkendőmet című gyereknótáról van szó, tehát mindig élőlényre vonatkozik a veszteség konfliktus, és ebben benne van a kedvenc kutyám, macskám, papagájom is, szóval ebben az esetben mindig a jobboldali képnek a bekarikázott két reléje lesz érintett, ez a here, illetve nőknél ugye a petefészeknek a hormontermelő reléje. Ez viszont megalomán viselkedésben azt jelenti, hogy szexuális megalománia lép fel, és innentől kérem szépen ez a úriember a piros lámpás házakat fogja felkeresni, és ilyen szolgáltatásokra fog igényt tartani, természetesen a biológiától vezérelve. Erre is van példa, például Hammer doktornak a spontán bűncselekményekről szóló előadásában konkrét történetet hallottunk a szexuális megalomániáról is. És jön még egy nagyon lényeges dolog, és nem véletlenül emelem ki a túlhajszoltságnak a történetét. Erről volt egy külön webkonferencia, azért egyezünk meg, ami a pitvarfibrillációról és a szívritmus zavarokról, billentyű zavarokról szóló előadás, valamint a fáradtságról szóló előadásban is a túlhajszoltság a főszereplő. Miért van, miért hajszolom túl magam? Mert úgy gondolom, hogy engem csak akkor szeretnek, csak akkor fogadnak el, ha mindenkinek a kedvében járok, és most akkor nagyon finoman fogalmaztam, ezt meg tudnám brutálisabban is fogalmazni. Amikor én ezt anyagyerek és partner oldalon is megélem, akkor viszont az az én meggyőződésem, hogy én mindent kibírok, és nekem ez a dolgom. Munka után előbb megyek anyámhoz, lenyírom a füvet, bevásárlok neki már menet közben, és amikor 6 órakor hazaértem, akkor még otthon is mindent megoldok természetesen, és akkor ezekből lesznek a hősi halottak, akik idejekorán frekvenciát váltanak, milyen jó ember volt, mennyi koszorú lett volna az én koporsómon, Isten, jó Isten, és lekéstem róla, mert idejében megjött az eszem, hogy nem én vagyok a világ megváltója, már lekéstem róla, 2000 éve megtörtént. Jó lenne erre, kedves hallgatóság, rájönni, hogy ha hagyok mindenkit tanulni, tapasztalni, akkor abból csak a másik ember fog nyerni, mert végre nem kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hanem megtanul megállni a lábán. A
megalomán viselkedéseknek a megoldása azért nem egy egyszerű történet, mert általában az élet oldja meg számunkra, hogy amikor már az egyik féllel kapcsolatosan nem kell megfelelnem, mert az frekvenciát váltott, vagy elköltözött, vagy okafogyottá vált a megfelelési kényszer, onnantól már ezekkel az emberekkel lehet beszélgetni, de a más tudente méghen a megalomán embereken is tud segíteni. Itt van a premotoros, szenzoros mező konstellált állapota, ugye a frontális félelem, tehát a jövőből érkező félelem, mennyire nem napirendi kérdés ez most, ugye? Hát igen, ez csupán egy fordított megközelítés volt, mert jelenleg mindenki a jövőtől fél. Hogy mi lesz ezután? Félek attól, ami lesz. Kérem szépen, valaki mondja már meg nekem, kezdjük ott, hogy mitől függ az, hogy mi lesz? Nem attól, hogy én ma mit teszek a holnapi napért. Mi lenne, ha nem a félelemmel foglalkoznék, hanem tevékenyen részt vennék abban, hogy a holnapi napom jobb legyen, mint a mai. Akkor még le is foglalnám magam, és ma is hallottam egy ősi bölcsességet, hogy a legjobb pszichológus a kapanyél. Szóval el kéne foglaljuk magunkat megfelelő normális tevékenységgel, és akkor lenne, igen, hát kellene egy tervet készíteni, hogy mit szeretnénk, nem úgy mit akarok, az már megint egy másik kérdés, és onnantól kezdve nem félnék attól, hogy mi lesz, hanem tennék azért, hogy amire vágyakozom, azt megteremtsem. Ez ennyire egyszerű a történet, de hát nem egyszerűbb ülni a széken és félni. És amikor már mindkét frontális mezőbe becsapódott a félelem, mert kivéthetetlenül jön valami felém, mint egy határidő, vagy éppenséggel egy olyan történet, hogy tehetetlenül állok itt, és nincs senki, aki segítsen, és ez a kettő így egybe van, hát ez lesz az igazi pánik. Úgyhogy akinek pánikja van, idézőjelbe tettem, az a félelmek félelmét éli meg, abszolút, de nem akarom én ezt elviccesíteni, mert ezek az emberek rettenetesen tudnak szenvedni, főleg amikor meg is kapják azt a diagnózist, hogy ő pánikol. Ó, csak pánikol, de mekkora puklokat jár meg az ilyen ember, az csak ő maga tudja. Valójában, amikor a kezünkbe veszük az életünk irányítását, és kilépünk az áldozat szerepből, minden pánik eltűnik, de természetesen első lépésben annyit lehetne tisztáznunk, hogy levegő, víz, táplálék, ha van, akkor már nem fogunk meghalni, mert a túlélésünkhöz csak ez a három dolog szükséges. Levegő, víz, táplálék. Tessenek megnyugodni. A tiszta gondolatok azok akkor fognak megjönni, ha elkezdi hallgatni a pánikos ember a más studentem méghet. Hámer doktor a dallamnak a mágikus hatásai között első helyen említi, hogy leállítja minden pánik átkát. Igen, kérem, csak hallgatni kéne ezt a dallamot. Ha valakit idegesít, akkor legyen szíves, énekelje együtt Hámer doktorral, dúdolja, mormolja, nem kell tudni németül, nem kell megérteni, hogy miről énekel Hámer doktor. Ez benne van az előadásban, ami a más studentem Mikhenről szól. Nem az a lényeg, az a lényeg, hogy ez a dallam nem csak rám hat, hanem a házban levő növényekre, sőt az istállóban levő állatokra is hat. Van esettörténet, hogy hogyan hat a tyúkokra a más studentem Mikhen ebben a könyvben. Szóval állítsuk le ezt a jövőtől való félelmet, aztán a másik a hátulról jövő félelem. A múltból jövő félelem, kérem, ugye ez ugye hátra csapódik a látó központba, láthatjuk, és azért itt van középen az üvegtest relé, és két szélen a retina relé található. Na most itt nyilván a hátulról jövő félelem mindig egy múltból jövő félelem. Valami történt a múltban, és én ezt úgy élem meg most, mintha még mindig valóság lenne. A másik költői kérdésem. Ha valaki tudna a tegnapi napon valamit változtatni, legyen szíves, jelentkezzen nálam, mert volna néhány kérésem.
Ugye értjük, hogy a tegnapi napon már semmit nem fogunk változtatni, de még a mai délelőtön sem. Mert ami elmúlt, az elmúlt. Egyetlen dolog, amit ebből én leszűrhetek magamnak, hogy mit tanultam belőle. Ha azt tanultam, hogy jobb félni, mint megijedni, akkor fantasztikusan benne vagyok a biológiai álomvilágban. Akkor az egész életem az egyre fokozódó félelmekről fog szólni. Tehát, amikor egy félelmetes kép vagy látvány kerít a hatalmába, mert láttam egy balesetet, vagy éppenséggel valami borzasztó dolgot, és elég egy filmet nézni, ahogy szétlocsan valakinek a feje, olyan valósághű dolgokat tudnak már megcsinálni a filmeken, hogy egyszerűen döbbenet, az ember még félrehúzza magát, hogy a vér nehogy a szemébe fröcsögjön. Jó lenne ezeket a filmeket elkerülni, ha valaki az ilyen látványokat nem bírja nézni, akkor ne nézzen ilyen filmeket, mert ezek visszajönnek az emlékképekből, mert ez egy fel nem oldott, régen megért félelem. Ez, mondom, a retina relébe fog becsapódni. Aztán az üvegtest relébe pedig az a félelem, amikor az az érzésem, hogy valaki itt setteng a hátam mögött. Itt követ engem. Az üldözöttséget éli meg az ember. Hát főleg, hogyha recsen az ág a parkban, és ködös, sötét idő van, hát egy ilyenkor egy hölgy mit fog csinálni? Elkezd eszeveszettül futni a fény felé valamerre, ahol emberek vannak. És lehet, hogy semmi, de semmi nem volt a háta mögött, de már az elképzelése, hogy ott volt a mutogatós bácsi, vagy valaki éppen le akarja teperni, szóval ez már elegendő az, hogy az üldözöttség érzése benne legyen, de átvitt értelemben természetesen. Olyannal is találkoztam, aki az üldözöttség érzését az APEC-kel kapcsolatban élte meg, tehát, hogy az adóhatóság üldözi őt mindenhol, és ebből adódóan lett neki magas a szemnyomása, ugye ez glaukómát fog okozni. Na most, amikor ez az egész együtt van, mind a kettő, akkor lesz az a paranoiás ember, aki aztán mindenben keresi a rá settenkedő veszélyt. Akár a konnektort is leszereli, hogy nincs oda eldugva valami, állítja, hogy a plafonról lehullott egy négyzetcentiméteres mészdarab ráesett az arcára, és kérem, ettől lett neki vizelet problémája. Ilyennel öreg otthonban találkoztam, mondom, 28 évig akadémikus orvoslást gyakoroltam. Persze utólag az ember már megérti ezeket a történeteket, hogy mi is áll ezek mögött a elképzelések mögött. Mert ugye azt mondtam, hogy a viselkedés változásból megfejtjük a konstellációt, és ha ismerem a konstellációt, akkor tudom, hogy milyen félelmeket kell feloldani. Csupán ezért beszélek ezekről egy incurka-pincurkát. Van olyan is, hogy hallás konstelláció, itt mindig birtokra vonatkozó, vagy anyagyerekre vonatkozó, partnerre vonatkozó halláskonfliktus van. Azok a hírek, híresztelések, amik arról szólnak, hogy mi történik az én vagyonommal, az én vállalatommal, az én vállalkozásommal, stb. Ez már egy olyan hír, amit meg se akarok hallani, ami zavaró számomra, de hát a fülemet nem tudom becsukni, tehát ez az agykéreg által irányított korti szervet fogja szervi szinten érinteni. De megélhetem én ezt az anyámmal, vagy gyerekemmel kapcsolatban, vagy megélhetem a partneremmel kapcsolatban. Egy tény, amikor mind a két oldal ott van a hallással kapcsolatos konfliktusnak a becsapódása, amit úgy élek meg, hogy ez nem lehet igaz, na ez létre fogja hozni a konfliktus aktív szakaszban a tinnituszt, vagyis a fülnek a csengését, sipolását, zajolását, vagy mondatoknak a hallását, elég, ha valakinek telefonon közölték, hogy feleségedet elütötte a vonat, gyere, szedd össze a darabjait. Ennyi elegendő neki, hogy ez a mondat, akár a vonat, akár a darabok, akár a felesége szóba kerül, onnantól kezdve elkezd fütyülni a füle. A magzati korban megél dupla hallás konfliktus, az viszont elvezett a Down-szindrómához,
Ez egy másik történet, eset története van Hammer doktornak ezzel kapcsolatosan is, és amikor a gyereket megfelelő zajoktól megvédték, akkor az értelmi fejlődése is elindult a javulás irányába. Szóval a hallás konstellációról szintén volt szó a múlt heti előadásban, ugye a skizofrén kisagyi konstellációk során, mert ugye hihetetlen volt a hölgy számára mindaz, amit a férjétől hallott, és ugyancsak a spontán bűncselekményekről szóló előadásban is ezeket a hallással kapcsolatos konfliktusokról hallunk, illetve a esettörténetekben ez benne van. Aztán van olyan is, hogy szaglás konstelláció, ami szintén birtokra vonatkozó bűzkonfliktus, tehát a gyanú. A szaglás konstelláció azt jelenti, hogy hatalmas bennem a gyanú, hogy pont. És ez a gyanú, ez hát a gyanakvó embereknek lesz csak szaglás konstellációja, akik a bizalomban élnek, azoknak soha nem lesz szaglás konstellációja, és ha nekem nagyon bűzlik, hogy itt ez a világ, ez most már teljesen felfordult, és bűzlik nekem, hogy anyámnak a tünetei éppen erre utalnak, meg hogy a feleségemnek a késése meg egy másik dologra utal. Nem az a probléma, hogy mire gyanakszom, az a probléma, hogy én egyáltalán gyanakszom. Szóval ez a bűzkonfliktusnak a lényege, és így lesz az, hogy a következménye a paranoid szaglási zavar. Szaglási halucinációk fognak fellépni, persze ebbe belejönnek az optikai sínek, amik emlékeztetnek egy szagra, egy illatra, és akkor is fogom érezni azt a szagot, amikor senki más nem érzi, de miért? Mert az optikai sín behozta számomra azt a fel nem oldott bűzkonfliktust, tehát csak hogy lássuk, hogy pályaudvarok vannak a fejünkben, nem csak sínek, és elvezet a szaglás teljes elvesztéséhez a konfliktus aktív szakaszba. És hát volt ilyen történetem, amikor a szaglás teljes elvesztése miatt történt a konzultáció, megtörtént a megoldás, és abban a pillanatban a szaglás teljesen visszajött. Hát, hogy mondjam, azt a boldog embert látni, amikor abban a pillanatban megszimatolta a kávénak az illatát, a kint a nyíló orgonáknak az illatát, tehát ez számomra egy olyan felejthetetlen élmény volt, hogy ezek tényleg megfizethetetlen örömök. Amikor a bűzkonfliktussal együtt megélek egy birtokkonfliktust is, na akkor jön a kényszeres kézmosás, ugye az ilyen ember semmihez nem fog hozzányúlni, megvárja, míg valaki majd kinyitja az ajtót és besettenkedik, de ez lesz a tisztaság mániának is a kiváltója. A birtokzónába tartozó reléket látjuk itt, ahogy szoktam mondani a saktábla, hogy tudjuk, hogy miről szólnak a birtok konfliktusok. Itt van férfias és nőies birtokzóna, jobb oldalt a férfias, bal oldalt a nőies zónák. Ez így található meg férfinak, nőnek, jobbkezesnek, balkezesnek a fejében. A reléknek a helye ez. Ezzel kapcsolatosan nem fogok belemenni részletekbe, mert ugye ezt már nem először látjuk, és a birtokzónás konfliktusokról rengeteg előadás született. Van egy külön összefoglalása a birtok konfliktusoknak, aztán az impotencia, frigiditás, nymphománia Casanovában ismét bejön a birtokzónás konfliktusoknak az ismertetése. A bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye, mint sláger előadás, több mint 40 ezeren megnézték már. Hát ezek szerint nagyon sokan bosszankodnak, de ha az ott felsorolt megoldásokat valaki hajlandó követni és be is tartani, akkor rengeteg felesleges biológiai választól fogja magát megszabadítani. A terhesség alatti konstelláció és pszichózis is a birtokzónás konfliktusok bemutatásával indult. Szóltam már ugye a spontán bűncselekmények, büntettek keletkezéséről, az is egy nagyszerű előadás. Májepe, hasnyálmirigy biológiai programjai, Asperger-szindróma, ADHD, és egy
csomó más, néhányat itt behoztam, ahol tényleg ez egy akkora hatalmas téma, hogy nem megyek ebbe külön bele. Most inkább olyan dolgokat hoztam elő, amelyek eddig mondjam úgy, hogy kevésbé kerültek szóba. Nos, a folytatásban a My Student and Maker-ről csak egy rövid összefoglaló. A konfliktus aktív szakaszban hallgatva, akár pánikosan, akár mert még mindig nem tudtam lezárni, hogy kirúgtak a munkahelyemről, vagy éppenséggel bosszankodom, vagy önleértékelést élek meg, és már látható, hogy a szemnek a kötőhártyái nem pirosak, hanem csak rózsaszínek vagy fehérek. Szóval értsük meg, ha konfliktus aktív szakaszban hallgatjuk, akkor letranszformálja a kérgi konfliktusokat, viszont a falat, támadás és önleértékelési konfliktusokat satufékkel állítja le. Nem lesz további sejt szaporítás, vagy további sejt sorvadás, már a konfliktus aktív szakaszban sem. Csak hallgatni kéne ezt a dallamot. Seit damals wir beide Studenten waren und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Mädchen, mein Mädchen, und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. A dallam helyettem nem fogja megoldani a konfliktust, egyezünk meg, leállítja a biológiai választ. A konfliktus leállítása mindig az én problémám fog maradni. Erről beszél Hammer doktor, hogy missing link. Nézzük meg az előadást, ez a hiányzó láncszem. Nem a dallamnak a feladata megoldani az én életemet. A dallamnak az a feladata, hogy hasson a biológiai programra, és segítsen azt már a konfliktus aktív fázisban leállítani, vagy hogyha kortikális konfliktusról van szó, tehát kérgi konfliktusról, akkor, amiről eddig beszéltem, azokat pedig tudja letranszformálni. Vagyis az erősségét levenni, láthatjuk a grafikus ábrázoláson, a kékszínű résznek ugye a konfliktus tömege lecsökken. Honnan tudom, hogy konfliktus aktív szakaszban vagyok? Elmondtam a bevezetőbe. Hideg a kezem, hideg a lábam. Nem tudok nyugodtan aludni, felriadok. Nincs étvágyam, nem eszem rendesen. Állandóan zakatol az agyam. Vannak rögeszméim, amitől nem tudok megszabadulni. Na, kérem szépen, nem mondja azt nekem senki, hogy nem tudja felismerni, hogy ő most éppen konfliktus aktív szakaszban van, még akkor is, ha nem túl sok ebben az esetben jelenlevő tünet. De ennyi pont elég. A megoldást követő fázisban láthatjuk, hogy segít nekünk az exudatív szakaszt áttolni a hegesedési szakaszba, mégpedig az epileptoid krízisen keresztül. Hoppá! Ez egy fantasztikus dolog. Optimalizálja a kifutási időt, tehát nem fogunk többet szenvedni a gyógyulási tünetek miatt, mint amennyit feltétlenül kell ahhoz, hogy lebontsuk, vagy visszaépítsük a hiányzó szöveteket. Igen ám, de ott az optikai sín épp úgy, mint az előbb. Vagyis ha nincs érzelmileg lezárva a történet, akkor mi lesz? Hát akkor elakad ez az egész csodálatos hatás, és kezdődik előről. Nem azt mondtam, hogy végképp leáll, csak leállítja néhány órára, vagy esetleg egy-két napra. Seit damals wir beide Studenten waren und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Mädchen, mein Mädchen und die kleine Kapelle.
ich ihm verzaubert im Traum, sagt er, Mädchen, mein Mädchen, und ich gehe wie verzaubert im Traume seit hier. Ich liebe ein Mädchen der 20 Jahre, lacht mir der Himmel zu. Du lächelst das fünffach Gesicht an mich an, die zum Pfand du mir gabst und es bist immer du. Mädchen, mein Mädchen, die zum Pfand du mir gabst und es bist immer du. Ich lieb dich, mein Mädchen, seit 20 Jahren. Mädchen, mein Herzgesell, in Freude und Kummer, in Glück und Gefahr, mein Studentenmädchen, mein Lebensquell. Mädchen, mein Mädchen, mein Studentenmädchen, mein Mädchen, mein Weib. Ich lieb dich, mein Mädchen, seit 20 Jahren, seit mich dein Mund geküsst. Seit damals wir beide Studenten waren und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Mädchen, seit die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt, gegrüßt. Úgyhogy jó lenne azt megérteni, a terhességi pszichózisról készült webkonferencia anyagban pontosan arról van szó, a terhesség alatti konstelláció és pszichózis az előadás címe, ott is benne van, hogy amíg ez a pszichotikus nő hallgatta a dallamot, addig minden rendben volt vele is és a magzatával is, amikor félretette, akkor kérem szépen a dolgok rögtön félrecsúsztak. A konfliktus recidívák becsapódását megakadályozza ez a csodálatos dallam, hogyha éjszaka is halkan zümmög a térben. Ezekről a dolgokról részletesen ebben a könyvben tájékozódni lehet, tanulni lehet belőle, elgondolkodni lehet. Nincsen bő lére eresztve ez a könyv, mert az alapoknak a közlésével voltam elfoglalva. Ha meg fog érni egy második kiadást, akkor lehet, hogy bővebben fogok ebben és, hogy mondjam, esett történetekkel jelentkezni. Egyelőre az alapokat ebből a könyvből megérthetjük, és elgondolkodhatunk rajta, hogy hogyan tovább. A gyógyulás első három feltétele, amint már említettem, az elsőt, légy őszinte önmagadhoz. Mint mondtam, hogy senki nem unalmában betegszik meg, a germán gyógytudomány pontosan, hajszálpontosan rámutatta arra, hogy tudatlanul hogyan betegítettük meg önmagunkat. A második lépés, hogy bocsássak meg önmagamnak. Nem az a probléma, hogy most hány programot futtattak, hanem álljunk le, kérem szépen, álljunk le. Ez volna a legfontosabb. És ezután engedjük meg a biológiai testünknek, hogy rendbeszedje önmagát. Ez akkor fog megtörténni, ha megbocsátok annak is, akivel kapcsolatosan úgymond megéltem a konfliktust, mert nem ő az én konfliktusomnak az oka, csókolom, nem ő okozta a konfliktusomat, nem ő bosszantott fel, én bosszantottam fel magam, mert egy nyomógombot megnyomott, mert az identitásomra lépett rá, mert megkérdőjelezte, hogy én azt jól tudom, vagy nem jól tudom, és már is robban a csirinc. Szóval a reagálásunkon,
akkor fogunk tudni változtatni, ha tisztázzuk, hogy ezek a túlélő programok, ezek biológiai programok, és a félelem irányítja őket. Amikor viszont rájövök, hogy tudok én ezek nélkül is élni békében önmagammal és a világgal, na onnantól kezdve feleslegessé válnak ezek a reakciók. Most az állatok csak a sinek kerülgetésére képesek. Ugye, ők folyamatosan félelemben élnek, meg kell oldják, hogy üss vagy fuss, harcolj vagy menekülj, kinek hogy tetszik. Az ember szerintem ennél többre képes, és nem csak az az életünk célja, hogy biológiailag felnőjünk, dolgozzunk, szenvedjünk, megöregedjünk és meghaljunk, hanem valami magasztosabb célja is kéne legyen a mi itt létünknek ezen a bolygón. A megoldás három lépése arról szól, hogy ugye tisztázzuk a konfliktust, és ebben segít a germánygyógytudomány, és itt van az első akadály, ha nem vagyok őszinte önmagamhoz, ez nem fog menni. A második lépésben érzelmi feloldás, hogy a sinek is eltűnjenek egyszer és mindenkorra. Természetesen gyerekeknél a fizikai szintű megoldás feltétlenül fontos, tehát hogy tudja az a gyerek, hogy többé ez nem fordulhat elő vele. Teszem azt, ha megverték egy óvodába, akkor vegyük ki abból az óvodából azt a gyereket, és vigyük el egy másik társaságba. Nem fogjuk megmagyarázni, hogy megbeszéltük az anyukával, meg a gyerekkel, hogy többet ő téged nem fog megverni. Ez a gyerek számára nem egy felfogható megoldás. Vigyük el abból az óvodából. A harmadik lépés pedig, hogy most már tudatosan döntök. Nem biológiai szinten reagálok csípőből, hanem tudatosan döntök minden pillanatban, hogy kinek a programja, kinek a félelme, tényleg benne kéne üljek ezekben a dolgokban, vagy lezárom békével a napjaimat. És amikor mindenért, de mondom, mindenért nem véletlenül csupa nagybetűvel van írva, hálát tudok adni, de ez nem annyiból áll, hogy köszike, hanem egy belülről jövő, zsigeri érzés, az a hála, ami bennem van, hogy a mai nap is tanultam valamit arról, hogy jobban tudjam elfogadni önmagamat és a világot. Na akkor már megérte az a kis kaki, ami körülvette azt az aranyat, amit megtaláltam este az aranyásásban. A germán gyógytudomány megadja tehát a biológiai tudatosságot, de senki helyett nem fogja feloldani a bosszúságot. Tisztázandó kérdések. Igen, hitek és tévhitek a gyógyulásról. Itt jönnek az önsorsrontó gondolatok. Amik ezeket nem teszük helyre, addig ne várjunk semmiféle gyógyulást. Az az ember, akinek nincsenek céljai, az el sem fog indulni, az ott marad szépen a nyakig érő kakiban. De ha van neki célja, és azért nem megy, mert teli van akadályokkal, megmagyarázza, hogy igen, én mennék, de nem ezt tanítják az egyetemen. Szóval, aki leveszi a szemét a célokról, az fogja megtalálni az akadályokat, aki a céljával van elfoglalva, az minden akadályon keresztül megy. Az érzelmi átalakítás a feltétele annak, hogy egy adott konfliktust valóban lezárjuk. Így fogjuk feleslegessé tenni. Na, erre az állatok képtelenek. Nyilvánvaló, hogy ez az egész akkor fog tudni bekövetkezni, hogyha hajlandó vagyok a dolgokat nem csak feketén és fehéren látni, amikor nem csak vagy ez van, vagy semmi más, hanem mindig van B meg C terv is egy-egy dolognak a megoldásába. Amikor rugalmasan állok hozzá az életemhez, akkor eleve már nem tudok hatalmas konfliktusokat megélni. Az egyetlen biztos dolog itt a földi létben a bizonytalanság. Ezt jó lenne elfogadni, de hogy ebből milyen tanúságot és milyen tartalmat fogunk magunknak megőrizni, ez már csak is a mi egyéni megélésünkön fog múlni. Tisztázni kell a legfontosabb dolgokat, az azonosultságokat. Ez annyira fontos, mint a három csíralemez a biológiában. Mert pontosan ezekben fogom megélni a pokoli szerepeket, amiben mindig visszacsúszok. Mert ha én vagyok anyukámnak az egyetlen kicsi fia, akkor nekem az a dolgom,
hogy elmenjek lenyírni hozzá a füvet. Akkor is, ha belem lóg, természetesen. Mert anyukának nem lesz az jó, ha valaki más nyírja le a füvet. Most bocsánat, hogy leakadtam a fűnyírásnál, mert decemberben senki se fog füvet nyírni, de ennek analógiájaként azért gondoljunk bele abba, hogy melyek azok a dolgok, amelyek megoldhatók lennének, de nem adom ki a kezemből, mert azt gondolom, hogy ezt csak én tudom megcsinálni, aztán amikor túlhajszoltam magamat, akkor rájövök, hogy ja, mégsem. Nagyon fontos a kommunikációt helyre tenni, a megbocsátást, az elengedést gyakorolni, és a fájdalom tudatos megoldását. Hát ezek a háromnapos képzésekhez tartozó történetek, és nem instant megoldásokról van szó, szeretném mindenkiben tudatosítani, mert azokból a megoldási kulcsokból, amiket átadunk, nyilvánvaló, hogy mindenki azt fogja használni, ami az ő esetére éppen a legmegfelelőbb. De egyet jegyezzünk meg, megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, a megoldáshoz, a megelőzéshez, és rádöbbenhetünk arra, hogy a betegségek nem azoktól a tényezőktől függnek, amiről az akadémikus orvoslás ír, hanem a betegségeink, ezek a gyógyíthatatlan, ismeretlen, rosszindulatú, autoimmun és pszichés és krónikus betegségeink, ezek mind-mind a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásoktól függ. A konfliktusok száma pedig meghatározza a személyiségünk, a viselkedésünk változását is, amint ezt bemutattam. Vagyis, hogyha a valós okokat oldjuk meg a konfliktusok feltárásával, akkor a következményeket nem kell egy életen át kezelni. Csak hogy ebben nincs semmi üzlet, ugye? Ha valaki úgy szépen átgondolja az életét, és rádöbben, hogy a gyűlölködésnek semmi haszna nincsen. Aztán rendben jön az epéje. Hát ebből ki fog jól járni. A germán gyógytudomány valóban tudomány. Aláhúznám, hogy valóban tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Ez nem mondható el a mai akadémikus medicináról minden szinten. Itt a statisztikára, állatkísérletekre nincsen szükség. Lehet arról statisztikát vezetni, hogy ki gyógyult meg ki nem gyógyult meg. Itt láthatjuk, Hammer doktor idéztem, hogy itt a gyógyítás főnöke maga a beteg. Annyit tudok elérni egy beteggel, amennyit ő megenged. Semmi többet. Ha érzelmileg megoldja, lezárja a DHS-t, akkor meggyógyul, ha nem, akkor szenvedhet tovább tudományosan. Remélem sikerült összefoglalnom a legfontosabb tapasztalati tényeket, mert ez ugye tapasztalati tények alapján született előadás, hogy hogyan és miként álljunk hozzá egy családtag problémájához, egy barátunk problémájához. Én annyit tudok mondani, hogy a világot megmentették, közöljük vele, hogy van megoldás, tereljük fel az illetőt egy webkonferenciára, tereljük fel a weblapra, nézze meg a tüneteivel vagy diagnózisával kapcsolatos webkonferencia előadást, és gondolkodjon el. A többi az ő dolga. Nekünk az a dolgunk, hogy szóljunk, hogy van megoldás. És megmutatjuk, hogy hol találja meg az ehhez szükséges információt. Ha valakinek nincs ideje megnézni a vele kapcsolatos előadást sem, akkor az az illető nem is akar valójában meggyógyulni. Ez nem annyi idő, mint amennyire gondolunk, az intelligens agyunk meg akarja magyarázni, hogy ezt mind meg kell tanulni, hogy meggyógyuljunk, ez nem igaz. Azt kell megtanuljuk, hogy lezárjuk békével a napjainkat, hogy elfogadjuk a világot és önmagunkat olyan tökéletesnek, amilyenek vagyunk.